estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai alkalmunkon, a Szép Írók Társaságnak a sorozata, az így nem olyan sorozatban, Bordi Szilárdról fogunk beszélgetni, és nyilván amikor ezt a sorozatot kitaláltuk, akkor eszükbe se jutott, hogy ennek az előadásra sor kerülni, akkor meg nyilván nem is akartuk megkerülni, hogy Bordi Szilárdról beszélgessünk, vagy a halál kapcsán. Egy barátom, amikor néhány hónapja beszélgettem, azt mondta nekem, hogy ez tiszta József Attila, nem tudjuk, de dühösen mondta ezt, hogy nem tudjuk a halál nélkül, még 70 év után sem olvasni, vagy e halál nélkül. És ezt belegondoltunk ebbe a beszélgetésbe, és én elvileg sem, elvileg nem értettem egyet vele. A gyakorlatban valami mégis így történik a boltbészőnök egy bizonyos újraolvasási kísérletére. Bármit mondom, nem akarok mondani, inkább megkérdezem két beszélgető társamat, Vári Györgyöt és Reményi Tamás, hogy ők hogy vannak ezzel? Hát a halál többszörösen nincs. Én nem erre a halálra gondolnék, hanem ugye a szülők halálára, és a közbeszéd, a közmegegyezés az inkább ehhez köti az életmű kiteljesedését a 2000 karácsonyán történt rablógyilkossághoz, és az a halál, mint egy rányomja a bélyegét az életműre. Valóban természetesen megkerülhetetlen, de talán nem úgy, ahogy az a sajtó divatja szerint szokás. A halál pedig, hát annyiból minden, és József Attila neve már is elhangzott, ami érdekes, én nem akarok most rögtönzött múltit csinálni, és elindítani Bordi Szilárdot is a felé, hogy majd a kultuszkutatók, azok szorgos könyveket írjanak róla, de nekem is eszembe jutott azonnal, mégpedig a következő furcsa élményem nyomán, hogy az ember, aki, azok az emberek, mondjuk így, mert gondolom, nem én ugye ismertem egyedül, bár úgy éreztem 2003 óta elég szoros a kapcsolatunk, de úgy érzte az ember, hogy hát ennek a költőnek, ennek az embernek, aki ráadásul Pestre mindig felszaladt, majd visszarohan Debrecenbe, ahol egyébként kívülálló volt lényegében mindvégig, noha mindenben benne is mégis kívül, majd erről is beszélünk, hogy tehát, hogy nincs is igazán barátja, kapcsolata, segítsége, valahogy mindig úgy merült föl, mint egy árva ember. Pontosan úgy, mint József Attilára is azt lehetett gondolni, hogy hát itt van egy, akinek a sírján tudva is barátok nőnek utóbb, mert hiszen utóbb kiderült, hogy mennyi barátja volt, és az igazság, hogy ez nem volt hazugság. Valóban rengeteg barátja volt, valóban rengetegen segítettek neki, és mégis árva volt. Egy társas magányban élt tele az életét sokuk miatt, és Szilárd ilyen értelemben feltétlenül József Attila mutáció, hogy ő is egy ilyen társas magányban élte le az életét, annak ellenére, hogy rengeteg díjat kapott, ha megnézzük a lexikon cikkét, akkor a sok kötete mellett rengeteg díj is van. Igazából úgymond nem lehetett oka panaszra, egy sokoldalú, sokat megjelent, és igen, ugyan az első időszakban nagyon lassan, de később viharos gyorsasággal elismert ember. Majd erről is néhány szót kell ejtenünk, hogy milyen a magyar közbefogadás természete. Hát elég szomorú és leverő. Mindent összefoglalva, a halál, én ilyen értelemben az ő saját halálával nem nagyon foglalkoznék, noha az életmű egészének is lehet akár egy szó az emblémája, a halálka. A halálka, amelyik amíg alszik szívünk Jézuskája játékban van, ez a kicsinyítő képzős halálka, ami mint egy domestikálva van a halál az egész életében. Egyébként súlyosan depressziós ember, ugye igazából sokféle halálélményen ment keresztül, úgymond menet közben fiatal korától, de ez a halálka, ez mint filozófiai, misztikus, gondolati konstrukció, ez nagyon jellemző rá. Hát elsőre csak egy kicsit kuszán ennyit. Én azt hiszem, hogy kénytelen leszek erősen fogalmazni, én teljesen egyetértek, még elvi megfontolásból és a Sanyi idézett barátjával. Egyszerűen azt gondolom, hogy az ő élettörténete az természetét tekintve ugye történet.
Ezért aztán óhatatlanul, hogy mondjam, felidézik a szövegei, különösen azért, ugye, mert hogy foglalkoznak is mindezzel, a halál, majd mindjárt megpróbálom elmondani, hogy szerintem milyen értelemben centrális témájuk, és ne felejtsük el, hogy a József Attila kód az iszonyatos erővel dolgozik a laikustól a legcizelláltabb és legprofibb olvasóig a magyar irodalomért, és mert bizonyos értelemben semmit nem lehet József Attila élettörténete és az élettörténetéből következő műértelmezései nélkül olvasni a magyar lírában, kimondottan ellene kell tartani. Tehát, hogy ez az, ugye sokakat idézhetnénk, hogy az fontos költői program, hogy mondjam, József Attilával szembefeszülni. És ugye az ő esete, ahogy mondta a Jóska is, de ugye elég arra gondolni, hogy a Kései létösszegző költeményeket kivétel nélkül mindenki életrajzi jellegű megnyilván, amit a József Attiláit, így talán eltűnök hirtelen, és így tovább, imád, meglehetem hazámat, hogy ezt ugye nem tudjuk nem úgy olvasni, vagy legalábbis nem komoly értelmezői erőfeszítést igényel, nem úgy olvasni, hát vallomásként. És ez a Szilárd verseire nyilvánvalóan jobbára kevésbé van, illik ez a meghatározás, de hát egy ilyen élettörténetről ugyankinek ne jutna eszébe egy ilyen költői élettörténetről. A József Attila, azt beszéltük a halála napjának, az éjszakáján a feleségemmel, aki személyesen azt hiszem közelebb állt hozzá nálam, hogy az a helyzet, hogy amennyiben lesz az irodalmi emlékezetnek folytonossága 25-30 év múlva a nemzeti irodalmi emlékezetnek, akkor szinte bizonyosak vagyunk benne, hogy úgy fogunk járni, ugye, mint az öreg Fejtő Ferenc, aki el fogja mondani a gyerekének meg az unokájának, hogy mi személyesen ismertük. Találkoztunk vele, meg beszélgettünk, mert hogy ugye hát érettségi tétel lesz, és akkor majd nyilván leszünk annyira tudálékosak és fontoskodóak, hogy fontosnak érezzük közölni, hogy dedikált nekünk verses kötetet. És hogy ez a minta, ez olyan borzasztó erős lesz az irodalmi emlékezetben, hogy óhatatlanul magához hasonlítja a Szilárd, sok tekintetben, elsősorban a sebzettség, mint centrális motívum tekintetében valóban nagyon hasonló élettörténetét. És mivel hogy ez az élettörténet természetesen nem abban az értelemben kapcsolódik a versekhez, hogy mondjam, tehát hogy a leképeződései volnának a versek, ez nyilván hülyeség, bizonyos értelemben a lehető legszemélytelenebb lírai próbálkozások egyike az övé a magyar irodalomban, ez ebben borzasztó radikálisan tér el egyfajta hagyománytól, nagyon sok hagyománytól nagyon radikálisan tér el. De a versek személytelenségétől függetlenül, hiszen ugye közösségi tapasztalatokat revelálnak és próbálnak újra életre hívni, függetlenül nem fogjuk tudni, hogy mondjam, ezt a figurát nem beleolvasni a róla való elkerülhetetlen tudásunkat abba, hogy az életművel szembesünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem baj. Szerintem egyfelől így van már, és most már tényleg mindjárt abba hagyom, másfelől én nekem nincs olyan rossz véleményem az irodalmi kultuszról, mint jelenségről, mint tudós körökben szokás, hogy legyen. Hogy mondjam, a kultúra tovább hagyományozódásának elkerülhetetlen, magától értetődő, szükségszerű velejárója az ilyesmi, természetesen sodor magával egy nagy rakás hülyeséget nyilván, mint ahogy mindenfajta beszéd, mindenféle tárgyról sodor magával a dolgok természete folytán egy rakás hülyeséget, de hát ez a kultúra, hogy mondjam, létmódja a kultikus beszéd nem elkerülhető, és egyáltalán nem idegen a kultúrától, és egyáltalán nem idegen az értelmezéstől, és bizonyos értelemben naivitásnak tartom azt a magyar korai kultuszkutatásnak azt az erőfeszítését, hogy lefejtjük a kultikus túlzásokat, és akkor ott áll a maga intaktságában a voltaképpeni mű, a voltaképpeni értelmezéssel. Ez, hát ha Kulcsás Szabó Ernő volnék, akkor azt mondanám, hogy ez hermeneutikai naivitás. És azt hiszem, hogy valóban az. Tehát, hogy ez a dolog így működik, ez az ő természete, nincs ezzel semmi baj, és hogy mondjam, soha rosszabb kulturális tradíció öröklődési mintát, mint hogy így fogunk emlékezni, így is fogunk emlékezni a Szilárdra, ha lesznek ennek a beszédnek, és hogy ne lennének más hangsúlyai is. Köszönöm szépen.
igyekszem nem különösebben személyesen beszélni, vagy nem anekdotikusan beszélni, noha éppen nem is tudom pontosan megmondani, hogy mikor is kellett ez, hogy Balázs kb. 30-valahány éve lettünk barátok, és nagyon furcsa volt az eleje, a közepe is, meg a vége is, de igazából két dolgot akarok csak ezzel kapcsolatosan hangsúlyozni, tehát amit az emlékezet különösen így a halál körül előállított, és nyilván nem gondolom, hogy nem igaz, de a személyes tapasztalatnak sok tekintetben el lehet mondani, egy ilyen nagyon aszketikus, depresszív, súlyos, kezdettől fogva egy veszélyeztető, önmagába forduló, nagyon zárt személyiségként állítja. Ezt mondjuk tudnám igazolni, amikor én megismerkedtem, és följött a lakásunkra, nyilván verseket hozott, és akkor tényleg egy óráig beszéltem, és már ki akartam dobni, mert nem nagyon szólt semmit, és így nagyjából szőnyeg mintázatait nézte, és valamit motyogott, alig lehetett hallani. És akkor egyszer csak valahogy elkezdtünk beszélgetni, és akkor így nem lett vége. És utána még valahogy sétált, nem akarom ezt túl ragozni, meg patetizálni. És tudom, hogy az egész személyiségében sokkal több önirónia, játékos és végtelen sokféle érdeklődés volt. Egyáltalán nem egy ilyen költészetre koncentráló, hihetetlen, zárt személyiség. Nagyon sok mindenről, pletykákról, dolgokról, irodalomtörténetről, de politikától kezdve mindenről lehetett vele beszélgetni, és nagyon éles elméjű volt, néha tök hülyeségeket mondott. Természetesen. Másnak hihetetlen ötletei, invenciói voltak irodalomról, bármiről, és nagyon sok minden érdekelt, és nagyon sokféle egyéniség volt, és persze tudott iszonyú elveszett lenni, tehát a következő találkozás egyáltalán nem biztos, hogy ebbe a paszba találta, de a beszélgetés vagy a találkozás másik eleme előhozta, és igazából csak egy dolgot akarok elmesélni, hogy az a furcsa történet, amikor akkor igen, egy városban laktunk, tehát nem akarom ezt nagyon helyen részletet, de amikor ez a szülők halála történt, akkor én később értem vissza Amerikából, és akkor ugye szinte minden nap, ahogy az édesapját látogatta a kórházból, Balk ugye nem halt meg az édesanyja, igen, minden nap beszélgetünk, mit tudom én, órákon. Hát akkor tök már ezt megértettem volna, hogy gyilkos lesz. Simán azt gondolom, én erősebb vagyok, meg derűs, meg nem is, vagy depis, mert a depresszió, és mindig egy hülyeséget, hogy te vagy benne depresszió, csak úgy érzed. És ő ezzel röhögött, hogy nyafizok, persze, stb. De nyilván voltak nagyon kút periódus, és a fiatal korában. A halála után, amikor ez a nagyon nehéz periódus volt, ez a halál földolgozás, tökben ugye belegondolni, hogy ezért értem az tény, hogy következő karácsonyra meg is születik a gyermek. És egy olyan döntést hozott, ami az életé volt, és egyébként az, ami az munkássága felől fontos, hogy addig azért döntően verseket írt, és természetesen voltak esszéi egyebek, de hogy hihetetlen munkával ezt a saját veszendőségét, elveszettségét, ha tetszik ezt a halált és depressziót, vagy a nyilvánvaló az öngyilkosságnak a démonát, elképesztő energiával kötött, és ez az emlékezetekben nem nagyon jött, hogy kiváló irodalomtörténész és filológus volt. Ez egy szakma, amit ő megcsinált, mondjuk az irodalomtörténetben, vagy a Kazinczy életmű kiadásban, vagy egy Kés Csokonai könyvben. Az irodalomtörténészről, mint alakról, vagy ami egyébként a szakmája is volt, és ugye hát a docense volt a Debreceni Egyetemre, és szakmában igen sokra becsülték ezt, akik az irodalmi kultusznak a költészet, vagy szép irodalmi fele nélkül. Maga sem becsülte ezt olyan sokra, szeretett önkisebbítő módon beszélni erről, de egy igen kiváló irodalmár volt. Rengeteg ötlete volt, azt hiszem, hogy sok irodalomtörténet kicsit belőle ért, mert nem volt egy szisztematikus, és nyilván voltak olyan dolgozatai, szövegei, amelyek a szigorú filológiai pontoságnak néha, de ezt lekötött az öreket, viszont meg az utolsó napon, és azt gondolom, amikor kikerült Bécsbe, ezek a dolgok szakadtak föl azért. És nagyon tudatosan különböző műfajokat, munkákat, tehát kritikákat, esszéket, verset, drámát és prózát, nagyon tanulékonyan, nyilván az, hogy milyen tehetség egy ember, az nagyon nehéz. Nem? Egyébként nagyon lassú tehetség volt, én inkább elégedetlen voltam a verseivel, amiket hozogatott, tehát nyilván a barátságoknak a kezdete az első verseitől. Tehetségesnek tartottam, de túlfokozatnak azok a dolgokat, nagyon szép megdig ezt mondtam, de valahogy nem. És ugye a hosszú nap az volt az a kötet, amit szerintem minden átfordult benne, és ez persze nagyon rosszul hatott, ezt most nem fogom elmondani, mert nagyon megemelték jobban egyébként a idősebb pályatársak, de az inkább
hogy is mondjam, irítséget, meg nem értettséget, ledilettáns, aztán közeli barátaim, minket komoly értők azt mondták, hogy nagy tévedés, dilettáns. Nem az a fiú jött elő, akik már futottak, akkor már nagyon megvolt, hogy kik a Kortási Adam akkori sztár költői, és ez váratlan volt, hogy ez a motyogós gyerek, amit nem is ismerünk, belép. És ez a vers nagyon, nagyon szűk sávba szólal meg, sokaknak lehet, hogy most is idegen lesz, de az, amit mondott, hogy a nagyobb vallomásos költőt teljesen személytelenül írja, és egy ilyen önmagában forgó fájdalom nyelve, ahogy Pilinszky mondaná, ez a vers nagyon mást kezd, és igazából a halotti pompát vették észre, de hát az Ami helyett, vagy a Berlin Hamlet költőként, de ő mellette már készült azokban a műfajokban is, mert ebben sokkal tudatosabb volt, hogy prózát, drámát, és eszét, kritikát is művelt, és mondom, irodalomtörténész. Ez a hat műfaj viszont a szülők halála után ez hihetetlen munkával tudta azt a dolgot, hogy túlélje, és nyilván például két gyerek megszülésével, vagy nemzésével, és fölnevelésével. Hogy aztán ez hogyan vagy mi volt, hogyan volt, de tulajdonképpen ebben nagyon, és nagyon tudatos volt az a mesterségnek a megtanulás, és nyilván nem egyforma a súlyú, mint a költőről beszélünk. Azt gondolom, hogy a többi műfajban és az eszében, kritikában mindenképpen az élvonalba tartozó. A drámai életművét én nem tartom igazán kiemelkedőnek, de nem gondolom azt, hogy nem tanulta volna meg, vagy nem írt volna jó drámákat. És ugye a Nincstelennek az első, vagy a második próza kötete, de van egy állítólag kész regénye, ezt még nem olvastam, és hihetetlen tervei voltak. És azt gondolom, hogy ezek a tanulások, szerintem túl sokat beszéltem, azt akarom mondani, hogy a szülők haláltól a saját haláláig nem nagyobb vezet út, mert én azt gondolom, hogy azt valamilyen módon földolgozta. Hogy hogyan került egy másik úthelyzetbe, erről most nem akarok beszélni. Bocsánat, csak egyszerűen sok mindenhez kapcsolódnék. Az egyik az, hogy ez a radikalizmus és dilettantizmus dolog, ez is nagyon messzire vezet, ez is érdemes lenne megpiszkálni, hogy nálunk igazából a neoavangárdnak az egyik átka, sorstragédiája ez, hogy a nagyon radikális nyelvújítók, azok nagyon sokáig, pláne ugye egy konzervatív költészet eszméjedéve, most nem nemzetiskedek, de ugye azt is beleértve, egyszerűen nyilván Cucurelli Endi dilettánsnak minősült, Hály János egy csomó nyelvújítás dilettánsnak minősült, és mind a mai napig alig lehetett ebből kiszabadulni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz egy csapdahelyzet, amiből ki kell keverednie valakinek. Egy másik dolog, amit mondtál, hogy milyen szerényen készültek ezek a monográfiák, ez egy alkati kérdés, hogy tényleg milyen mélyen, hogy mondjam, szolgálja volt a magyar irodalomnak, de a szónak a legnemesebb értelmében, ő ugyanis nem vindikálta magának azt a jogot, azt a dicsőséget, hogy ő most nekünk behoz valakit az irodalom történetből. Mert nézzük végig, a monográfia íróknak mind megvan ez a nagy bajuk, hogy majd ők megrajzolják a portrét, majd ők behozzák nekünk fontosabb XY személye, mint a vizsgált tárgya, vizsgált irodalomtörténeti alak. Őnál egyáltalán nem merült ez föl. Úgy viselkedett, mint aki néha följön a könyvtárba, piszmog egy kicsit, és közben csinál valamit, mert hát erre is szükség van. Három. Én egy nagyon pontos pillanatban találkoztam vele viszonylag későn először, és én ehhez kötöm az ő nagy fordulatát is, amit mondasz az előző kötetről, az áll, de nekem a Berlin Hamlet volt a nagy dobás, abban az értelemben is utólag igazolva látom ezt az érzésemet, hogy hát az ő egész életműve, hogyha nagyon sommásan kell fogalmazni, akkor egy szisztematikus, radikális leépítése, szétírása az identitásnak. Tehát egészen abszurditásig megy el, hogy hogyan először csak ugye a szerepváltogatásban, ami akár lehet divat is, hiszen a 90-es évekre ez jellemző volt, de nála nem az volt, és hogyan jut el a szerepek egymásra írásából, és ezzel párhuzamosan, vagy ezzel együtt, hogy ennek a mélyén az irodalmi formák egymásra vetítéséből, hogyan jut el szinte az abszurdumig, az identitásnak a teljes széthullásáig. Nézzétek meg akár a legutolsó interjúit is, de hogyha nincs teleneket elolvassuk, akkor is, hogy ezek nem önéletírások, de az ott megképződő figurák, személyek, a személytelenségben azok egyszer csak lógnak a levegőben, a gyökértelenség, vagy pedig a megtagadott, el nem ismert, elpusztított gyökerességnek a mintái.
2003-ban jelent meg a Berlin Hamlet, és akkor írtam róla a Népszabadságban, és ennek kapcsán találkoztunk az egyetemi presszóban, és pontosan ugyanez zajlott le, amit Sándor elmesél, hogy ült velem szemben, és nagyon kínos volt, mert egy büdös szót nem szólt. Én meg akkoriban még nem locsogtam annyit, mint manapság, de kénytelen voltam előbb-utóbb beszélni, mert hát valaminek ott zajlania kellett az asztal körül. Nagyon aranyos volt, de nagyon zavarba hozó, és ott mindjárt elsőre nem is alakult tovább aztán a beszélgetés, utána írt egy hosszú levelet, amiben kifejtett, hogy mennyire jól érezte magát, és miért. És ez nagyon jól esett, és nagyon őszinték voltak azok a sorok, úgyhogy kicsit megnyugodtam. Ugye a Berlin Hamletre visszaemlékszünk, akkor ugye ott a Berlinben megforduló XY az egyszerre írja meg a Kafka figuráját, és egy elképzelt Hamlet előadásnak a főszerepét. Nagyon izgalmas volt számomra azért is, mert akkoriban volt a nagy kultusza a Berlin látogatásoknak, még antológia is jelent meg, tehát akkoriban nyílt ki a világ, ugye, hogy végre lehet megint vándordiáknak lenni, és az első számú célpont az Európában természetesen Berlin volt. Párizs az túl messze van, Bécs az túl közel és banális, Berlin volt a nagy, és mind a mai napig így is van. És ő is Berlinben találta magát, és Berlinben nyílt ki számára ez a fajta írói program, aminek külön érdekessége, és akkor itt jön egy a sorsrendelése és a művészi szisztematikusság, ez tényleg misztikus dolog, hogy hogy esik egybe. Készen volt 2000-ben, ezt több helyütt nyilatkozta, és készen volt ez a kötet, mármint a Berlin Hamlet. És 2003-ig nem jelent meg, mert néhány hónapra rá, hogy a kéziratot befejezte, történt a gyilkosság. És akkor megállt az élet egy jó időre, ez a kötet is talomba került. És akkor jelent meg már csak, amikor javában, nem csak gyerek volt, hanem már javában íródott a Halotti Pompa, ami ennek az identitás szétírásnak a csúcs teljesítménye, és én szerintem, én nem, igazán nem szeretek szuperlatívuszokban fogalmazni, de a magyar irodalom egyik csúcs teljesítménye. Én rajongásig szeretem azt a könyvet, ahol csak tehetem is, amikor is, ahol járok, 15 évestől 85 évesig mindenkinek elmondom, hogy tessék megnézni, és ez miért jó. Ha lesz rá 5 perc, akkor itt is el fogom mondani, hogy szerintem mi jó, de hát mindannyian tudjuk, hogy miért. És akkor ez a 2003-as év, így átcsúszva a szörnyű tragédia után, valószínűleg átcsúszva, a Halotti Pompáig, a Halotti Pompa kibővítéséig, a Szívem Alvó Jézuskájáig, az nekem egy csokor. Még egy mondat, az nem az én, mert én voltam a szerkesztője, hanem egy picit hadd védjem meg, az a drámakötet, a szemünk előtt vonulnak el, nem nagyon-nagyon fontos kötet, csak persze drámakötet nem olvas egy permélyű ember, azokat elő kell adni a színházban. Hozzá kell azért tennem, hogy azért születtek a világirodalomban olyan verses drámák, amelyeket inkább olvasunk, akkor is, azóta is, ma is, nincsen, meg akarjuk őket nézni. Azért például az Olasz Liszkai, az egy olyan belső dráma, ami szerintem egy költő életnél nagyon fontos része, és borzasztóan összefügg mindazzal, amiről itt beszéltünk és beszélni fogunk. Bocsánat, csak egy mondat még, szabba hagyom. Egy fickó rendkívül okosat és nagyon jókat írt a Magyar Narancsból, Vári Györgynek hívják. Erről a drámakötetről ő volt az egyetlen, lehet, hogy elkerült a figyelmemet esetleg néhány más írás, de a szívemből szólt, ő volt az, aki megírta, helyet és időt nem kímélve, hogy ez mennyire fontos része az életműnek is. Most eddig még meg se köszöntem, köszönöm. Én nem akarom visszavonni ezt a ítéletemet, mert neki is elmondtam, tehát mit hazudtol rá. De ebben igazad van az, hogy nem próbáltad, hogy nem láttam színpadon, az nagyon sok minden lehet, és most véletlenül ezt reklámként mondom, hogy az Ódori színpadon végzősök csináltak a Nincs Teremekből egy drámai előadást, amit egészen kiválónak gondolok, vagy mondhatnék többet is. Többen ugye valamiből, amit eleve nem hiszek, hogy megzenésítenek és színpadra akarnak egy regényt, szörnyűség meg ugye ez a 13 fiatal ember, ebből nagy csúszpármia és dilettantizmus. Nem, fantasztikus dolog van. Tehát valami drámai tehetség volt, és éreztem is benne, de valahogy a színpad közelség kevesebb, allegorikusabb, vagy lehet, hogy én vagyok süket, tehát azt nem gondolom, de inkább csak arra mondtam azt dolgot, hogy a Nincsenket sem tartom én ennyire kiemeltőnek, mint ami elkezdett valamit, és azt gondolom, mondtam, és ez megvan prózaként, tehát én már nem
amilyen nagyra tartom, nem vagyok így senkitől elájulva szerkesztőként. Mi a probléma? És ugye azt is gondolom, hogy ő egy hihetetlen tanulékony, így értettem, hogy szerintem ő egy olyan tehetség volt, hogy minden műfajban, hiszen most a Berlin Hamletet emeltet, én már mint minden alkalmat, vagy ahogy hívják, én nagyon fontos dolognak gondolom, ezen is meglepődött, hogy 2003 pedig én szerkesztettem, hogy akkor jelent meg, mert valóban akkor már a Halotti Pompának a verseit olvastam, tehát hogy ezek időben ennyire lefékeződnek, de többen azt akarom mondani, hogy ezek a, ugye elsősorban a költői teljesítmény látszott, de az az akkumulációs, hogy több műfajban igen jelentős dolgokat csinál meg, szerintem a drámában nem ért el teljesítményben, amit eszében, kritikában és költészetben megcsinált, és bizonyos értelemben a prózában is, de az, hogy erre képes lett volna, vagy hogy a jobb kapcsolata van a Magyar Színházzal, és az segít neki, mert valóban nagyon radikálisat csinál, ez szerintem nem lebecsülendő, inkább az a baj, hogy Gyurival beszélgettünk, hogy majd ez egy rossz hagyománya, hogy a rossz, mondjuk, műveit a Babicsnak, prózai műveit fölértékem nagy formátum. Nem biztos, hogy minden műfajban jelentős ez alkotó. Szilárdban megvolt ez az orrán karakter, nem biztos, hogy minden műfajban el tudott jutni, és szerintem a kultusz ez, hogyha fölemeljük. De egyébként a kultuszról nekem nincs rossz véleményem, az hozzá tartozik, azt nem tudjuk olvasni, mint hogy ettől a haláltapasztalatból is, hiszen az egész költészetének, művészetnek ott van benne. De túl sokat beszéltem, mert csak erre akartam reflektálni. Tehát ezzel nincs neked, aki teheti, mert ez ilyen zug előadás, alig lehet bejutni, nincs is jel, de és ezért nyilván érdemes megnézni. Mert nem azért, mert tudjuk róla szól, hanem a fiatal végzős emberek milyen tehetségesen csinálták meg. Egészen elképesztően. Szerintem az a furcsa, hogy a Szilárdnak nem volt katasztrofális a kapcsolata a színházzal, és volt egy színházi ember, aki bizonyos értelemben értette őt. Kettő, bocsánat, egy dramaturg és egy rendező. Az egyikük Radnóti Zsuzsa volt, a másikukat viszont Vidnyánszky Attilának hívják. Ugye a Halotti Pompából és a bizonyos értelemben, amíg alszik szívünk Jézuskája, kvázi színházi felkérésre született darab, amit én nagyszerű darabnak tartok. Őszintén szóval nekem kellene megneveznem azt a műnemet, amelyikben kicsit kevesebbre tartom a teljesítményét, mint a másik kettő-háromban, ha az értekező prózát is ide veszük, akkor én őszintén szóval inkább az epikát mondanám. Tehát, hogy én nagyszerű regénynek tartom a Isteneket, nagyon megérdemli azt a közönség sikert és kritikai sikert, amelyet aratott, de azt gondolom, hogy nincsen a legnagyobb ennek ellenére sincsen a legnagyobb verseknek a színvonalán, és a legjobb drámáknak a színvonalán sincsen. Szerintem a drámáiról beszélek egy picit. Tudod, hát ez világos volt abból, amit mondtam, igen, hogy ebben nem értünk egyet. A drámáiról legkivált, amíg alszik szívünk Jézuskájáról, arról azt gondolom, hogy még egészen, hogy ezek verses drámák, tehát hogy bizonyos értelemben párhuzamosan drámai és lírai szövegek. Ahogy egyébként ennek lett egy furcsa divatja a magyar irodalomban. Hát ugye mondjuk, hogy nem menjünk messzebbre a Térei János esetében, aki ugye fontos debreceni pályatársa és nemzedéktársa kis ráhagyással a Szilárdnak. Hogy a drámáiról tényleg azt mondom, hogy bizonyos értelemben nagyon következetesen csinált meg egy olyan színpadi programot, amelyről a Vidnyánszky, hát egy ilyen antirealistát, amelyből a Vidnyánszky valamit addig, amíg ők képesek voltak együtt dolgozni, azt hiszem, hogy megértett ez a nagyon kevés fontos debreceni találkozás egyike volt az ő életében. Erről mondjam, inkább csak megalapozatnak vélt sejtéseim vannak, de úgy vélem, hogy ezek nem megalapozatlanok. És tehát szerintem a legfontosabb dolog, amit ő a magyar irodalomban hihetetlen erővel csinált meg, és bizonyos értelemben a drámáit én a költészeti teljesítményéhez sorolom. Tehát, hogy egyszerűen úgy jutnak, miközben az kiderült, hogy bizonyos értelemben ezek drámai szövegek, csak hogy mondjam, nem úgy, ahogy a végtelenül konzervatív magyar színpad gondolta, és nem véletlen, hogy a bizonyos értelemben outsider, most nyilván nem arra gondolok, ami később történt vele, hanem ami akkor volt vele, hogy a bizonyos értelemben outsider Vidnyánszky értette valahogy ezeket a szövegeket.
Azt csinálta meg szerintem, amit a Nádas meg a Kertész kezdett el, neki talán két legfontosabb belőd. A magyar irodalomnak a végtelenül naív, ugyanakkor, hogy mondjam, meghaladhatatlannak tűnő humanizmusát kezdte ki valami egészen kíméletlen brutalitással, mindazt a, hát tisztességnél esik szóval sületlenséget, amit az emberről gondol a magyar irodalom nagy nyugatos újholdas hagyománya, az emberről, mint eszményről. Ugye amikor azt írja mondjuk a Nemes Nagy Ágnes, akire nagyon haragszom ebben az ügyben, nyilván mindenki ilyen nagy költő volt, mert nyilván nem arról van szó, hogy mondjam, ne tartanám kivételesen tekintélyes ellenfélnek. Itt nagyon szeretek idézni, hogy letettem matróz blúzos hűséges kübet Babics Mihálynak egy rejtett szellemi kazamatában, írja a Hegyi Költő című munkájában, mint a háború ellenes pacifista, humanista, liberális, mindenféle totalitárius és szükségtelmentes ítárdása költészeti és emberi eszmény nagy reprezentánsának, és hogy ehhez a hűséges kőhöz végig hű is maradtam. Mondja a Nemes Nagy egyébként tényleg, és ez rengeteg belátástól kímélte őt meg élete során, hogy tehát ugye a háború az ugye az abszolút embertelen, a tökéletesen idegen és megmagyarázhatatlan, ami egyfelől a Babics nemzedékével 14-ben, az ő nemzedékével 39-ben esett meg, és ami a megmagyarázhatatlan embertelennek, a civilizálatlannak és a barbárnak a brutális előtörése volt, és amit a kultúrának és a civilizációnak meg kell próbálni a kordában tartania. Ugye a retteget ismeretlen, ugye gondoljunk arra az idegesítő sorra, ugye az Erkölcstelen rémületben a Mesterségem című nagy bosszantó versből, hogy ez a tapasztalat, hogy az embertelen, hogy mindez, ami úgy gondoljuk, ami körülvesz bennünket, az embertelen, ember idegen volna, valami olyasmi, ami lényegileg különbözik tőlünk és így tovább, hogy voltak éppen ez volt az, amit először a Nádas a maga egészen kíméletlenül analitikus, maradéktalanul szeretetlen pillantásával kezdett el felszámolni kíméletlenül, másodszorban pedig a Kertész nyilvánvalóan. Tehát ők voltak a magyar irodalom antropológiai előfeltevéseinek szerintem a legbrutálisabb és legradikálisabb kritikusai, és nem véletlen, hogy róluk legkivált a Kertészről nagyon sokat is, hogy mondjam, nagyon alapvetően gondolkodott alapvetően igazad van ebben a hegyi költőben állít, a költészet az nem ilyen értelemben továbbírás. A Nemes Nagy sematizált volt, amit mondtam róla, persze. Igen, tehát csak ennyit akartam. Tehát az a valami, legalábbis nekem kérdéses a drámai esetében, a költészetében és a prózában is, valóban zárképrajz volt, azt inkább prelűdnek gondolom, de nincs neked nem, hogy a szakralitásnak és a profánnak valami egészen sajátos, hogy mondtad, hogy lerombolni azt a szég eszményt, amit a nyugatos és újholdas hagyományt mond, és destruálni valamit az emberképpelől, arra a tapasztalatról. Ez szerintem legalábbis a drámai szövegeknek az olvasása és bizonyos megvalósulásában, én ezt nem láttam egyensúlyban. Nagyon érdekes vagy kísérleti szövegek, amelyek nem a kísérletit ugye azt szoktuk mondani, hogy megbocsátható, de szerintem művészileg sem jeleníthető meg, vagy nem tudtam elképzelni az én teremben, és az a hatás, ami mondjuk a nincsenekben, azok nincsenek ezek a szövegekben, tehát nincsen olyan fokon, mint szöveg, és legalábbis drámai megvalósulását lehet, hogy volna, vagy lehetne, én nem láttam ilyet, de bármikor kész vagyok megemelni a kalapomat, hogyha látok olyan színpadi megvalósulást, illetve hogy ezek benne vannak ezek. És ez is van egy ilyen kicsit idegesítő moralitásos elemben, vagy allegorizálás. A költészetében nem zavar, mert ott mindig a hiány felől vesz, hogy az Isten vagy távol létre, és úgy kap a hit felé. A drámáiban az egy kicsit számomra sematikus, vagy nem igazán érdekes. A prózának meg azt gondolom, hogy eljutott valami olyan magaslatra, ami a költészet, tehát nincseneket mondom, azt nem gondolom makulátlannak, ebbe igazad. De hogy az a költészetében ugyanaz az erő van benne, ugyanaz a lelki hasadó anyag is, ugyanaz a nyelvnek meg a dolognak a levetkőztetése, amit a költészetében, szerintem egy lényeg. Én a drámáiban ennyit látom, és az eszében, ugye ez viszont kevésen fog,
ugyanezek a, ha most innen olvassuk, az kevésbé vették észre, hogy milyen kíméletlen gondolkodó. Ebben én jobban azt látom, hogy mert én a Názasnak azokat a fiatal könyvtár, mert valóban sokat tartom, de a kertészének nem ezt. Viszont hanem az eszélyben volt inkább paralel velük. Bocsáss meg, csak a kíméletlenség az alkalmat ad arra, hogy akar a drámákról most leszakítsuk magunkat, és mondok egy másik kötet címet, ami tovább viszi az eddig mondottakat, hát a testhez. Ugye ez a módszeres építkezés, mindezt most lefele, fölfele, befelé, vagy milyen irányba gondoljuk, ez a testhez című kötetben nagyon szépen mutatkozik. Szigorúan azt is lehet mondani, Rácz Péter és mások is finoman rámutattak, hogy ennek a kötetnek az egyes darabjai nem állnak meg, tehát tulajdonképpen nem magukban lévő darabok, hanem a kötet egésze, a kötet koncepciója, a szerkezete az, ami viszont nagyon fontos. Akik olvasták, tudják, miről beszélek, tehát hogy párhuzamos monológokról van szó. Gyakorlatilag három réteg, az egyik az abortusz, a másik a holokauszt, mind a kettőben ugye a gyerektől való megfosztottság, és mindezt egy felvilágosodás előtti barokk óda világgal szembesítve. Hogy miért nevezem ezt következetesnek? Van ugye a szülők gyilkossági, nyomozási procedúrájában van egy mozzanat, amit egyszer nem is hagyhatod ki, hogy ne legyen nála ez fő motívum, hogy karácsonykor történt a gyilkosság, és egy húsvét közeli napon történt meg a bűnösök felmentése. Akkor vált világossá, nyilvánvalóvá, és végérvényessé, hogy nem találják meg a gyilkosokat. Most ne részletezzük, hogy miért nem, meg hogyan nem. A lényeg az, hogy valami, ami karácsonykor elindult, az a húsvétkor feltámadás nélkül maradt, tehát hogy nincs igazságszolgáltatás, a szónak a vallás értelmében sincs, nincs feltámadás, nincs idézőben pillanatnyi megnyugvás sem, már amennyiben a feltárás megnyugvás sem. Nem a büntetésről van szó, tehát hogy nem akasztatni akart volna, félreértés ne essék, egyszerűen csak az emberi bűnben élés konzekvens következményének tartotta azt, nem jogtalanul, hogy itt nem történt meg a szembenézés valamivel. Emberi butaságból, esetleg hazugságok miatt, korrupció, mindenféle egyéb fölmerülhet, a lényeg az, hogy mind a mai napig a gyilkosok nincsenek meg. Na most ez az alaphelyzet a barokk a Lóthi pompában úgy áll föl, hogy egybe van csúsztatva ugye a messiás, az áldozat születése és keresztre feszítése feltámadás nélküli változatban. És a testhez című kötetben tulajdonképpen ez a lét és nem lét határa levő statikus állapot, ez úgy jelenik meg, hogy a magzat. A magzat válik egy másik emblémájába a Borbély életműnek, a halálka mellett. A magzat lét, amelyik mégis már nem. Hiszen az abortusszal, illetve a holokauszt pusztulással ezek a magzatok ugye nem születnek meg, nem jönnek világra. Megfogantak, mint az emberi test működésének legnagyszerűbb és legfontosabb mozzanataként, de nem születnek meg, nem születhetnek meg. És ebből építi föl az ő misztikumát a testek című kötetben, egészen odáig elmenve. És hát, hogy ennek milyen nyelvi konzekvenciái vannak, azt ugye egy hosszú, ennél több idő alatt tudnánk mérlegre tenni, és azt hiszem, hogy talán ebben nem is nagyon lehet belemenni anélkül, hogy esetleg közhelyekbe fulladnánk. Holott hát itt ez a nyelvi radikalizmus, ez tényleg elképesztő, aminek a tanúi vagyunk. A Lóthi pompáról csak egy mondatba, én akkor is azt írtam a kis recenziómban, és ezt máig is úgy gondolom, hogy az a döntő pillanat az volt, hogy valaki a modernitás utáni tapasztalatot egy modernitás előtti hagyománnyal tud összekötni. És ezt én rendkívül fontosnak tartom a magyar irodalom történetében. Ha példát kell erre mondani, akkor először, másodszor is ő jut róla eszembe. Egy nagyon rövid dolgot akarok elmondani, azon tényleg nem érdemes talán veszekednünk, hogy ki mit gondol a drámák értékéről.
Azt is mondhatnám, hogy egészen részlegesen valamelyest meg is vagyok győzve, bár nekem ettől függetlenül nagyon-nagyon fontosak. De amit viszont mondani akarok, az szerintem ami megmutatkozik a drámákban, és én mindjárt mondok egy példát, meg a versekben is, meg persze a regényben is, az, hogy mondjam, a jog fikciójának a széttörése, ha nagyon hülyén akarok fogalmazni. Ugye egy olyan világképre épül a jogszolgáltatás, ahol ugye a bűn, a büntetés és a kegyelem és a jóváltétel azok valahogyan összefüggnek. És ennek a fikciónak ugye természetesen Isten van és a feltámadás van a hátterében, illetve ugye az a gondviselés hite továbbá, és ugye amiben ő nagyon-nagyon radikálisan nem hitt, az éppenséggel a feltámadása, hogy a Jóska is mondja, őt, ami foglalkoztatta a Krisztus eseményben, az a szenvedésnek a tapasztalata volt, amelyet nem látom már, hogy a megfeszítettnek a szenvedése is kihalála, amit semmilyen módon nem látott transzcendálhatónak és meghaladhatónak, és ez volt a hit tapasztalatának a lényege, ha úgy tetszik, ugye a Balassa Péterrel szólva, aki megvitatkozott sokat, és ugyanakkor valamilyen módon kötődött is hozzá, a fiú perspektívájából és nem az atyájából megélt hit tapasztalat volt ez, és amennyiben visszavonjuk mindezt. Ugye a Márton László a nagyszerű elemzésében a halotti pompáról azt mondja, hogy tulajdonképpen ez a feltámadás visszavonása. Amennyiben visszavonjuk mindezt, hogy egyfelől eljutunk a nem megváltott, nem transzcendált, a lélekben nem áttolt test fizikai tapasztalatához, ami ugye meglehetősen bonyolítja azt, amit az emberről gondolunk, és a történelmet sem tudjuk például haladásként elgondolni többé valamilyen irányba, tehát amennyiben mindezt visszavonjuk, akkor ugye nem nagyon tudunk mit kezdeni a jog és az igazságszolgáltatás fikciójával sem, és az, ahogy ezt, hogy mondjam, megmutatkozik a drámák itt és mostjában, mondjuk a jelenkori Magyarország tekintetében, már tudnék, hogy ugye a jogszolgáltatás az fikció, mint ugye éppen ez az eset mutatja többek között. Ugye vagy ugye a csodálatos Zsanett vers, és így tovább, ha nem akarunk a közvetlen életrajzi példáknál maradni. Ugye a tökéletes jóváltétel nélküliségnek a tapasztalata ugye a megváltó születi, a születés visszavonásában, a nagy abortusz versekben, ugye, amelyek bizonyos értelemben a teremtésre kérdeznek rá ezekben az egyéni tapasztalatokban, az, ahogy megvilágító költészet lesz az összödi beszéd soraiból, amiről én nagyon határozottan nem gondolom azt, amit a Nádas, hogy ennyire turikai remek mű volna, hát a túrót. Szóval, hogy az, ahogy ugye azok a részek, hogy a pillanat, mindent el fogom idézni, ugye azért nem, mert elkúrtuk, ugye a híres elkúrtuk szakasz. Ez ugye megjelenik a szövegben a kislánynak, az Olasz Liszkai című drámában a kislánynak a mondataiban, az összedi beszédnek a törmelékei, és az ott valóban a teljes magyar rendszerváltás összes joggal kapcsolatos illúzióját tudja megmutatni, és ott ezek a beszédfoszlányai a Gyurcsánynak abban a térben valóban retorikai remekművé lesznek, ahogy retorikai remekművé lesz azok a vallomások, amelyeket a testbenhez használ föl a szöveg, és azt szerintem, hát hogy ott például egészen megrendítőek ezek a szövegfoszlányok, mint ahogy mondom a testheznek a vallomása is, amelyek ugye olyan szövegekkel dolgoznak, amelyeket nem ő írt, olyan tanúságokkal, és nagyon, nagyon apró elmozdulások vannak bennük. Tehát, hogy az egy szinte, vagy hímen magyarát, komoly elemzést érdemlő, maradjunk ennyiben. Komoly elemzést érdemlő, úgyhogy ott tulajdonképpen mi történik. Mi emeli föl ezeket a szövegeket, és ugye mivel, hogy mindaz, amit a földi tapasztalatban úgymond nincsen, és érvénytelenné válik, hát a történelem szakralizálása, ugye az egyetlen dolog, ami ezen túlmutat, az, amit ő úgy hív egyébként mélyen a zsidó tradíciónak abban gyökerezve, nem tudom, ez egy jó hülye fordulat volt, szóval, hogy az a messiás, amelyiknek abszolút kitüntetett szerepe van, mint túlnannak, vagy másiknak, vagy idegenségnek a szövegekben, és ennek elég radikális politikai következményei vannak. Tehát az, ahogy a nyelv például dadogássá válik
a Zsanett versben. Amit az elején mondtam, tulajdonképpen arra akarok utalni, hogy a bizonyos szövegek, amelyeket ugye korábban elolvastam, például csak ez idézte fel, amit a Gyuri mondott, ez az igazságszolgáltatás nem működése. Tehát mondjuk a gyilkosság mellékszálai szöveg, ami nem a kötet, hanem ezzel kapcsolatos ez a címadó szöveg, azt a halála előtt bármilyen kegyetlen szöveget még tudok olvasni, tehát ezt is. És ugye kicsit fikcióként kezeltem azokat a dokumentumokat, tényeket, amelyeket leír, és ugye ez megtolvatlan van. Nyilván ugyanolyan erkölcsi és elemi felháborodással, és ráadásul ugye ez jóval később a halotti pompa után legalább 6 évvel születik, tehát hogy annak a következő. De az a dolog talán a jelenlévők részben tudják, részben nem, de amikor ez a gyilkosság történt 2000 karácsonyán, ugye hogy a körülbelül meg is volt 4 elkövető, akik gyanúsítottak, gyakorlatilag azt hitték, hogy a szülőknél igen jelentős pénz van, és hihetetlen kevés pénzért agyonverték az anyát és az apát, meg a vérre fagyva ott maradt a küszöbön, és vasudakkal verték, ahogy a versben is van, és kolbászt, néhány kondért, meg használati tárgyakat vittek el, és nem találtak pénzt. De hogy akkor is ezt mondhatjuk, mert ez azon a vidéken gyakori. Tehát egy olyan gyilkosság, amit azt mondta, hogy persze román-ukrán határon jönnek, hogy ez a, mert ez nem a Münsternek faluja, hanem Kisnamin, tehát ahol a szülei aztán később éltek. Ugye ez az ukrán-román határnál van, és hogy ez egy gyakori történet, és hogy ezek megtolmatnak magadnak. És akkor ezt elmondta a halál közelében, akkor egy olyan túlzásnak hittem, amelyet képtelség, hát mondom, úgyis hamar le is tartóztatták. És nem akarom ennek a valamiféle életrajzi, vagy az emlékeimben rekorsolált dolgot, de ez a dolog a halála után, és különösen az anya leírásai, annyira elviselhetetlenek volt, tehát például ezt nem tudtam újra, igazából abba hagytam. Nem bírom elolvasni most. És tényleg egy csomó, például a halálra, mint az létből való kilépés, mint a megkönnyebbülés, ez a költészetének prózájának is állandó eleme, ez ebből a halál pillanatból sokkal erőtesebb jelentést kapott, inkább egy kicsit üres helynek gondoltam, egy olyan hagyománynak a része. A harmadik, csak ennyit akarok még mondani, az nagyon érdekes, akár csak az az életrajzi tény is, hogy a születési dátumát következetesen mindig rosszul írt, és ugye nagyon különféle ilyen identitás fikciókkal dolgozott. Tehát például ez a zsidó hagyomány, hogy ő mennyire kötődik, ami a Nincsereknek is témája, hogy ugye az identitásában jelen van ez a zsidó fattyú. Viszont ez neki fontos volt, hogy meg körülbelül a 90-es évek elején fedezi fel a zsidó haszid misztikát, vagy az egész haszid hagyományt, ami ugye annak a térségnek egy fontos eleme, már ahol született, és az viszont nagyon erőteljesen, ha legalábbis a vallásos gyökereit nézünk, ő görög katolikus volt, de tulajdonképpen inkább ehhez a haszid hagyományt érezte nagyon közé, és ezt nagyon termékenyen használta. És rengeteget tudott. És rengeteget tudott. És az a másik tény is, ami viszont az irodalom történt, hogy az kapóra jött neki, hogy ő 19. század előtti költészetet, amit a nemzeti romantika kialakított, és mai napig a költészetről való elgondolásra teljes egészében formál. Tehát a 17.-18. századi kötet kompozíció, költői alakításmódoknak a bevonása a költészetbe, de nem ilyen kvázi megidéző jelleggel, ez jelentősen át. Ez csak azt hiszem, hogy az idegenségét a költészet nem értők körében ez okozza, mert ezzel egyébként se tudunk nagyon mit kezdeni. Tehát a régi magyarokat leszámítva nem esztétikailag olvassuk a legtöbb mondjuk Csokonai előtti szöveget. Ő erre képes volt. Csak annyit, hogy választott ugye hagyományt, természetesen egy elpusztított hagyományt. Tehát itt ugye legalább olyan fontos ebben a jelző, mint a maga a hagyomány szó, hogy egy nagyon gazdag, de elpusztult hagyományt választott, és annak a mintáival élt. Tulajdonképpen egy olyan alak jelenik meg előttem mindig, amikor eszembe jut, aki mindig kívül áll. Debrecenben akárhányszor jártam, ugye mindig megbeszéltük, hogy találkozunk, és az élményeim, az emlékeim az mindig utcasarkokhoz kötődnek. Ott a családnál is voltam fönn,
meg ő volt az Alföldnek szerkesztője, meg tanított az egyetemen, meg mégiscsak debreceni író, akinek számtalan purpardéja, vitája volt a városvezetéssel, nem csak a Vasalbert szobor ügyében, a Sikaszt, mindenféle ügyekben. Ő volt a polgár, aki azóta a tollat ragad és megírja, mert ezt civil kötelességének érezte, ez baromi idegesítő egy pali volt ilyen szempontból. De ugye ő ebben nem ismert könyörületet, hogy úgy mondjam, de ez azt is okozta, hogy egy kívülálló embert látsz, hogy találkozom, mondjuk elment az ember a debreceni mondjuk a könyvhétre, akkor ő ott nem volt jelen a téren, hanem találkozni kellett egy sarkon, a nem sokkal később ellopott bicikliével ott állt és várta az embert, és akkor valamire elmentünk. Vagy dolga volt az embernek az Alföld szerkesztőségében, nem ott várt, hanem egy másik sarkon, ugyanez egy másik biciklivel, és mentünk a gyerekért az óvodába. Tehát valahogy mindig kikerültük mindazt, ami ott fontos lenne. Tehát minden az egyetemen ott egyszer eljött egy Sziveri estre, mert Sziverit ő is fontosnak tartotta, és nagyon-nagyon-nagyon kedvesen részt vett ott ebben, de ott is nagyon hamar igyekezett lelépni. Pesten természetesen, hát végképp ugyanez a kívülség. Tehát volt egy-két ember, mint a Tilma Jóska és mások, akiknél meg aludt, de igazából mindig az maradt meg bennem, hogy például a díjai, legalább három olyan díj volt, amit végigkísérhettem, és akkor a díjak után mindig nézve az óráját loholt a rendkívül nehéz hátizsákjával, mert hordoztam magában az akkor még nem könnyű laptopokat, és rohant a legközelebbi vonathoz, és ment haza. Tehát Pesten végképp aztán kívül álló volt, és egy cseppet sem akart ebben a közegben megmerítkezni. De nem embergyűlölet volt ez, hanem ismétlem egy ilyen elemi, ösztönös a kívülállás, az embernek persze a szorongása nyilván, és a saját fontosság tudatnak a teljes mellőzése. Tehát nem hiányzom én oda, nem kellek én ott, nem fontos, hogy én ottan reprezentáljak, jártassam a pofámat. Igazából mindig valahogy kívül, és mégis mindig jelen volt. Ha föllapozzuk az elmúlt 20 év folyóiratait, akkor állandóan jelen van, és egyre intenzívebben van jelen. Mondtam az elején, hogy azért egy mondat azért említsünk meg arról, hogy nem volt könnyű a bejövetele, mint annyi másnak is, hogy a magyar irodalom nagyon lassú felfogású a magyar közélet. És a verső ugye mindig elmondjuk, és ezt ő is megírta egy kitűnő kötetben, arról is csak egy mondatot, hogy mi a magyar vers milyen fontos, és hogy az első az a zászlós hajója a magyar irodalomnak, stb. Ehhez képest verset ugye nem olvasunk. Verses köteteket kb. 65 példányban lehet eladni, illetve nem eladni abból 20-at recenziós példány, magyarul rejmolás. Ő is így járt nagyon sokáig. Tehát mindaddig, amíg föl nem kapnak valakit, valamilyen módon nem válik egy névsorba legalább a negyedik, ötödik helyen folyamatosan egy imamalom szerűen ismételt névvé, és ő a végén már azzá vált, addig igazából nem is létezik. Tehát ő nagyon sokáig igazából nem létezett, ez az igazság. Egy mondat az a bizonyos költészet, hogy még ebben is fontos szereplő volt, rendszeresen írt kritikákat, és a Hungaricum e a Lira címmel egy kötetet is megjelentetett ezügyben, amelynek a bevezető és záró eszé tanulmánya az a Lira mai állapotáról szól, és közben hát ott vannak az ő írásai kortársakról, azoknak a meghosszabbításával, rendkívül fontos, hogy mondjam, csak dolgot művelt e tekintetben is, tehát még ez is hozzá tartozik az ő életművéhez. Igyekszem most nagyon rövid lenni, és két ilyen elemzőt, meg két személyeset akarok csak mondani, hogy ugye az, aki megjelent, és azt hiszem, hogy ez is a vitánknak a hátterében lévő egyik, hogy mondjam, előfeltevés vagy ízléskülönbség lehet, hogy aki megjelent a késői szövegek némelyikében, a drámákban, ugye volt egy erős hatása Bertolt Brechté. És az egy elég fontos kérdés szerintem, hogy ki mit gondol arról, és meglehetősen megosztanak a vélemények, hogy mennyire jelentéként költő és drámaíró volt a Brecht. Én azt gondolom, hogy hát nyilván korán sem hibátlan, és néha végtelenül brosúra ízű, de hogy azért alapvetően nagy drámaíró volt, és jó költő. És ezzel valami nagyon-nagyon éles és szinte marxizáló társadalom kritikának a tónusai is
benyomultak ugye az, ahogy a test dologgá válik. Géppé válik, áruvá válik, és így tovább, ha tetszik, eldologiasodik. Ugye a híres sorok, vagy nem tudom, lehet, hogy csak az én fülemben maradtak meg nagyon az egyik szongból az egyik drámában, hogy de hol van már, mikor csak megdögölni, és nem reciklálni kellett. Tehát a test, a halott testnek az áruként való felhasználása, ugye konkrétan a szerkereskedelemről van szó ezekben a passzusokban. Ez szerintem egy nagyon erős kapocs, és nem tett rosszat. Én nem biztos, hogy egyet fogunk érteni a Sanyival, meg sokakkal, de szerintem nem tett rosszat ezeknek a szövegeknek. A másik, amit nagyon gyorsan akartam még mondani, hogy ugye a feltámadás visszavonása az ugye egyúttal azt is jelenti, hogy egy olyan, hogy mondjam, időmúlásnak a perspektívájából vette ki mondjuk a nincsteleneknek a szereplőit, amelyben hát ugye mindannyian kénytelenek vagyunk. Kénytelenek vagyunk gondolkozni, ugye a megváltás az perspektíva. Valamiképpen horizontot rajzol föl a jövőnek, és ezeknek az embereknek, az olasz liszkai szereplőinek épp úgy, mint a nincstelenek szereplőinek, nincsen múltjuk és nincsen jövőjük, nem a remény és az emlékezet terében élnek, nincsen semmiük a jelenen kívül, nincs horizontja a létezésüknek, és ez a megfosztottságnak a talán legfontosabb, hogy mondjam, az anyagival nyilván mélyen összefüggő, de azon túlmutató, hogy mondjam, dimenziója. A másik két dolog, amit meg személyesen akartam csak elmesélni, az egyik, és akkor én abban is hagyom a fecsegést, az egyik az az, hogy mi úgy találkoztunk életemben először, hogy kaptam egy, én nem ismertük egymást odáig, én azt sem tudtam, hogy értesültem arról, hogy én a világon vagyok, én nem tudtam, hogy ki ő. Kaptam Borbély Szilárdtól egy nagyon kedves, nagyon zavart levelet, tehát olyan volt, mintha neki kéne magyarázkodnia, hogy egy olyan rohadt fontos ember, mint én. Megszólít, és az volt, hogy ő értesült arról, hogy valahol a Lipótvárosban van egy rabbi leszármazott, akinek megvan az a zsidó imakönyv, amelyik neki kéne valamiért, azzal most nem is fárasztaná. Hogy miért, és tudja, hogy hát, hogy mondjam, hogy végtelen szemtelenség tőlem ezt kérnie, pláne ismeretlenül, de hogyha nem esne nehezemre, akkor egyszer felülnék a 6-os villamosra, volnék olyan szíves és 10 perc munkával, ha ismerem ezt a fiút, mert úgy képzeli, hogy ismerem, akkor esetleg elhoznám neki ezt a kötetet, és annyira hálás lenne, annyira, hogyha hajlandó lennék két megállót menni a 6-ossal. És akkor elkezdtünk, én nagy valami ember vagyok, felültem a 6-os villamosra, és elhoztam a könyvet, aminek a létezéséről én nem tudtam. Ami szintén nagyon jellemző, hogy ő nálam, aki azért egy kicsit beleártottam magam ebben, abban a zsidóság vonatkozásában, sokkal mélyebben ismert mindent. A haszidizmust meg tehát a kabbalát felmérhetetlenül mélyebben ismerte nálam. Elképesztő elműjültségre volt hajlama. És ez az egyik, amit el akartam mesélni, a másik az ugye bizonyos értelemben a és hihetetlen humora volt ezeknek, tehát ugye az önkétségbe vonásnak az elképesztően szeretett reményt, humor, én nagyon sokszor röhögtem föl hangosan a Szilárd másfél soros leveleit olvasva, pedig igazán nem voltak vidám levelek, de hogy tehát tényleg egészen fantasztikusan bizarr és sajátos, hihetetlenül láttató humora volt. Na mindegy, az a temetésén nekem túl az, hogy megrendítően beszélt a pap. Tehát, hogy soha nem hallottam, azt hiszem, ennyire adekvált beszédet, tényleg tudta, hogy ki búcsúztat. Nagyon pontosan tudta. Ami nekem feltűnt, az volt, hogy Debrecen egykori kulturális alpolgármester, aki akkor éppen kulturális államtitkár volt ott, és hát mindjárt voltak feszültségek a kapcsolatukban, Szilárd Dalot volt, mert mint hogy Halász János jelen volt a temetésem. Akiről hát nekem sincs jó véleményem. És az volt a feltűnő, hogy nem az történt, ami ilyenkor történni szokott, hogy a kulturális debreceni fontos ember megérkezik, körbenéz, megvárja, hogy hát csinál róla valaki két fontot, mint kultúrfelelősről, majd távozik, hanem végigállta a szertartást, és utána végigállta a sort, amelyben a gyászolók beszéltek a családdal, és azt kell, hogy mondjam, hogy megrendített, őszintén meg volt rendülve. Mint ahogy mindenki kivétel nélkül, az a viszonylag tekintélyes tömeg,
mélyen meg volt rendülve, én valahogy egy párszor rá pillantottam erre az emberre, és megdöbbenten láttam, hogy őszinte megrendültségbe terült rajta, amit tulajdonképpen máig nem tudok megmagyarázni, de nagyon szépnek tartok. És éppen azért, amit egyébként gondolok Halász Jánosról. Tehát, hogy úgy mondjam, még ez is. Én még egy dolgot szeretnék elmondani, és megállapodtam, hogy egy óránál hosszabbak nem leszünk ezek keret, és azok meg ezt egy zenei, és másfélben nem lehet kivírni ebbe a melegbe. De azt szerettem volna mondani, hogy Gyuri elején mondta, hogy lehet, hogy megdöbbentő sokan lesznek barátaid, de furcsa a Szilárdnak a jelleméhez és az egész élet, hogy rengeteg emberhez akármennyire elveszett, vagy nehezen, minden a pillanatban nehezen talált, hogy hihetetlen sok emberhez volt kapcsolata köze, és voltak olyan gesztusai, amik lehet, hogy nem a barátság, lehet, hogy a barátságon innen voltak, de mégis sokan, és ezt nem a halála után mondták, hanem előtte. Volt a tapintatnak, meg a finomságnak, meg az emberi érzékenységnek helyzetekben. Akik viszont barátai voltak, és nem magamról beszélni, hogy a Tilma Jóskát emlékeztetek, ugye mi valahogy nagyon közel voltunk, utána keveset, de ő például közvetlenül a Szilárd mindig azt belekalkulált, hogy mit mondott a Tilma erről a szövegről, vagy mit mondott. Tehát abban azért nagyon dialógikus ember volt, hogy a barátságai vagy az emberi kapcsolat nem arra használt, amennyire szövegét mondjuk ilyen monológszerűen gondoljuk el, az, és ugye ez nagyon jó, hogy Gyuri elmondta, hogy mérhetetlenül sok mindenből volt komoly tudás, akár szakembereket megszégyenítő, aztán volt, amit fölletesen ismert, nem akarom valami enciklopédistának lefesteni, vagy valami korunk nagy filozófusának, vagy bárminek. De az tény, hogy viszont azokhoz kötődött, meg nem, hogy nagyon sokféle módon tudott emberekhez között, de valamilyen módon kíváncsi volt a véleményekről, és az nagyon furcsa, ezen én gondolkodtam, hogy miért, én nem tudok választani, nyilván a Szilárdon múlott, nem vesztünk össze, de az ő szerítségének között én eruptívabb vagyok, meg derűsebb, meg depresszió, de hogy volt valami olyan szerítség, és azt hiszem, hogy így volt, akik hosszabb ideig voltak barátai, hogy azokat nem árulta el, és valamilyen módon belekalkulálta a dolgaiban, hogy nem az életében, mert azon nyilván nem lehet segíteni. Pont ott mindenki magányosan játszol, de az, hogy mit mondott, hogyan van, mit történik vele, erre volt kíváncsi, voltak ilyen kút periódusai, de mindig úgymond előbukott, és nem hittem semmiféle halálában, hát nincs meg jönni fog. Tehát ez nem ezt sose így gondoltam el, mert ez viszont nagyon ritka emberi tulajdonságból, ezért nem lepődnék meg azon, és egyáltalán nem tartom ilyen kortársi túlzásnak, vagy a kultusz virágának, hogy nagyon sok embernek volna személyes, mondom, nem feltétlenül baráti, de úgy, ő úgy kezelt embereket, miközben mindaz igaz, amit az ellentetje, hogy elveszendő volt, magányos, motyogós, és mind bárki. Szerintem ebből nem, és ez nagyon fontos is, hogy a költészetében is valahogy egy kicsit ilyen bárkinek gondolta magát. Kérlek csak egy mondat, mert eltelt az óra bőven. Volt az arcán gyakran egy nagyon szép, szelíd mosoly. Ez egyszerűen lenyűgözi az embert. Szerintem a Halász János féléken is az ártatlanság hatalma diadalmaskodott. Tehát egyszerűen nem lehetett ez alól kibújni. A Nincstenekről még egy szót. Én is azt gondolom, először sokkal lelkesebben olvastam, mint másodjára, mert elsőre éreztem benne, hogy milyen nagy dolgot akar csinálni, később már egy kicsit jobban fárasztott, meg nem éreztem igazán egyenletes színvonalonak, de azt mindenképpen javára kell írni, hogy el tudta benne mondani azt, hogy elveszett egy nyelv, ami miatt aztán elveszett egy képviseleti lehetőség. Tehát meg tudta írni azt, hogy van az a gyerekkor, a szegénység, a mély nyomorúság, a mély Magyarország, amelynek megvan a maga nyelve, erről mindig ugye szinte idézi, hogy azt mi úgy mondjuk, hogy, és akkor jön egy teljesen ismeretlen tájszó. Tehát van egy nyelve, ami ha elveszett, már pedig elveszett, azt rekonstruálni nem nagyon tudjuk, bár meg lehet próbálni, de ezzel együtt elvész ennek a világnak a képviselete is, noha az ember erre kísérletet tesz. Hogy a kísérlet az mennyire ilyen értelmű volt, ilyen értelme mennyire idealisztikus, az mutatja, hogy kezdetben nagyon sokat töprengett, hát Sándor ezzel nyilván találkozott szerkesztés közben, hogy mi is legyen ennek a címe. És nagyon jellemző, hogy nem talált igazán címet, ez a cím szerintem elégedetlen maradt vele, és mindannyian elégedetlenek, nem igazán jó cím. De volt ennél rosszabb is, mert eredetileg az lett volna a cím, hogy Nincstelenség.
Tehát ő a séget akarta megírni, nem a nincsteleneket, hanem a séget. Legalábbis nekem egy ilyen változatom volt, sőt volt egy olyan címváltozat, hogy sivárság, még rosszabb, meg olyan is volt, hogy homokvihar, hogy próbált jobban tárgyasítani. Végül is, amit meg akart írni, ismétlem, az nem annyira szociográfia, mint inkább ennek a nyelvi világnak a rekonstrukciója. Megígértem, konkrétan a címe az lett volna, hogy elment már a messiás. Ja, az rossz cím volt, és ezt nem akarta elfogadni. Csak ezt a Németh Gábor találta ki, ezt nagyon sokféle változat volt, amiket fősoroltál, különböző változat, de Csokonyosan valahogy ezt akarta, én meg nem akartam. És akkor egy hosszú beszélgetésben többen Németh Gábor találta ki a nincstelenséget, és akkor ebből lett a nincstelenek. Aztán megegyeztünk, hogy több ez egy kompromisszum, aztán utána senkit nem zavart. Én egyébként a regényt nem így olvasom, azt gondolom, hogy az a radikális lépés a halotti pompához, hogy a tisztelt atyádat és anyádat parancsát lerombolja, és valami hozzáférést ad annak a fajta viszonynak, nem a szegénységnek, hanem valamiféleképpen az emberi alapviszonyoknak egy sokkal ambivalensebb, a kegyetlenséget és a fájdalmat főszakító nyelvnek, és ez tökben a halotti pompában és a költészetében sem sikerült. Ez nem gondolom, hogy bűntudata volt, meg mindenféle, hogy ezt megcsinált, ezt irodalomként kezelte, ez szerintem kevéssé a szociológikában felül, meg a akármilyen felolvasták, de most szerintem nem erről beszéljünk, így zárjuk le. Nyilván nagyon sok jó végpont, hogy egyikünk se tud egy másik emberről, hogy milyen volt. Valami ilyesmi kettős, de a szövegei, mert valamilyen módon egy ilyen beszélgetés, az is, én nem gondolom, hogy a szövegei tovább élnek, és az ember, aki itt volt, az meg hát azért volt, hogy azok meg. Nem, volt egy lény, és szerintem mindig ilyen értem egy kortársak, szerintem ezért fontos, hogy akit mi, akik kortársai voltunk, így megtisztelve érezhetünk, hogy kortársai lehet. Köszönöm. Ahhoz, ami most következni fog, négy Borgvei Szilárd vers fog elhangozni, aminek utait áttördeltük, ezek nem vers megzenésítések, hanem vers alázenésítések, majd a végén egy szöveg fog elhangozni. Ezt a technikát egyébként használtuk a Kameraman című drámájában a Szilárdnak, amiről itt ma nem esett szó, de hát majd valószínűleg arról is fognak beszélni. Köszönöm szépen! A villamos után jön villamos, nem izom.
város, a város, meg ez az egész már oly megszokott, hogy villamos jön villamosra számok, és egyikről majd másikra átszállok, mert ugyanaz, és mégsem ugyanaz. Ez izgalmas a villamosozásban, hogy hasonlít néhány ismert dologra. Az izgalom, hogy mikor jön be már a villamos, mely körbe-körbe jár. Morálisabb vagyok, a tartásom vagy nem is tudom hogyan, mint tegnap voltam, vagy akár korábban. Most morálisabban érzem önmagam, és megnyugtat, ahogy most széttekintek, de nem tudom, érzem-e majd ezt volna. Biztosan, és érzékelem önmagam a térben, hogy esztétikailag zárt vagyok, mert ma, és ez nem elhanyagolható, morálisomból következem, az öntudatom ma kétségtelen, a következtetésekből magamra következtetek, tagadhatatlan, hogy az igazság nagyon hasonlít rám, és az sem kétséges, hogy szép vagyok. Sugár a sétaút fölé lehajló ág közön.
hullazatú fácánkakas rikoltásaként medsz bele az álmos délutánba. Minden dolog a vég felől beszél nekünk a kezdet védtelenségéről. A születés könnyeket csal szemünkbe is, mert átadjuk magunkat teljesen a pillanatnak, mikor az öröm a testen át jön túl közel hozzánk, mert hisz túl közel, a test túl oldalán vár mindig ott, a testen túli jel. Mert aki itt volt, az csak nyomot hagyott, de semmit önmagából. Aki még mindig itt van, mint por és hamu. Mert a test végezetül csak formákat igényel, semmi mást, hisz a test is forma volt csupán, amikor a fájdalom már csak a testnek fáj, akkor már nem fáj elbocsátani, akit a fájdalom jelent. A fájdalom fiát, aki mint az urna, már olyan csupán, csordultik telve indulással, mint egy folyó, amely a partra lépni vágyik, túl a távolba hullámzó dombokon. A kéklő határokkal lassan szakítva visszatér a testet jelentő forma. A földember hamu szürke arca döbbenetbe fordul. Itt az éj. Leszállt a harmat is. Et in Arcadia ego. És csónak alakú fejfák, keresztek, faragott kövek úsznak el a létvízében szemünk előtt. Egy akác a zöld lomb, míg konok virághagymák a földben alszanak. Rózsa, szegfű, ciprus, és a borostyán mérges zöldje, és újabban az árnyékban lévő szerényen lehajló páfrány. Jelek ezek is csupán, amelyek a testre utalnak. Arra az aprócska szóra, ami az ő volt. Szavak keresnek védelmet azoknak, akik itt maradtak a szakadék szélén, ahol a sír üreg kinyílik. Itt állunk most a nyelv túloldalán, amely üzen. A földbe vájt üres tér a hiánynak formája, és az emlékezet is forma csak, amely görget maga előtt hideg hangokat. Kivárja őt a nyelv túloldalán, ahol a hang elveszti forrását, csak rezgés marad magában. De minden élet olyan súlytalan, ha már csak mondható. Minden élet puszta hang a másik szemében, aki még beszél magában, mert nem válaszol. Az idő szaggatott csend, a szöveg közötti tér fehér szele és csendje az. Az idő csupán csak forma, szerkezet. A testben nincs idő, ezért halandó. Csak a beszéd halhatatlan, mert a beszéd formatartó, ezért örök. Elillant gondolat, amelynek egyszer hangot adtak. Ő csak önmaga, a hang.